Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vízórák téliesítése, az ingatlan tulajdonosok feladata az eszközök megóvása. Egyre több fiatal végrendelkezik, komoly hatással van a világjárvány erre a gyakorlatra. Testvértelepülési kapcsolat, kínai nagyvárossal működik együtt Paks. Megelőzhetők a vadelütések, figyelmes vezetés és a vadriasztó sípa megoldás. A vízórák karbantartásának fontosságára figyelmeztet az Erőbb ZRT. A tartós hideg ugyanis komoly károkat okozhat a fűtetlen tárolókban lévő vízmérőkben. A szolgáltató azt kéri, hogy a fogyasztók még az igazi mínuszok megérkezése előtt téliesítsék ezeket az eszközöket, ugyanis a megóvásuk az ingatlan tulajdonosok feladata. Ezt kormányrendelet írja elő. Gyakorlatilag szétrobban az üveg, ilyenkor ugye a víz az a vezetékeket is, tehát a jégdugó vezetékeket is szétnyomhatja. Eldeformálódott számláló szerkezet, szilánkokra tört üveg az óralapon, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy az eszköz elfagyott. A tartós hideg komoly károkat okozhat többek között a talajban, vagy a fűtetlen pincékben lévő mérőkben. Elfagyás esetén ugye nem mindig egyértelműek a jelek, tehát van, amikor ugye az üveg bereped, az nyilvánvalóan látszik, ott látja a tulajdonos, hogy gond van. Vannak azonban olyan esetek, amikor a számlap sérül, deformálódik. Ilyenkor talán azzal tudja a fogyasztó ellenőrizni, hogy fagyás áll fent vagy sem. Hogyha megnyitja a csapot, akkor kevésbé folyik a víz, mint a megszokott állapot. A régióvezető azt mondja, fontos, hogy a tanyák hétvégi házak mérő eszközeit többször is ellenőrizze a tulajdonos. Sokat tehetnek azzal, ha szakemberrel víztelenítetik az ingatlan belső hálózatát, így megóvva azt a szétfagyástól, az épületet pedig a beázástól, ugyanis az elfolyt víz nem feltétlenül a talajban szívódik fel, pincébe, alagsorba is bejuthat, extrém esetben akár a ház is megsüllyedhet. A nem használt ingatlanokba a téli víztelenítést meg kell oldani. Itt viszont oda kell figyelni arra, hogy a víztelenítés után is maradhat a mérőben víz. Ezért annak a szigetelését mindenféleképpen meg kell oldani. Ez lehet hungarocellel, pléddel, kartonnal. Ellenőrizni kell a tulajdonosoknak, hogy az aknafedlap nem sérült-e. Az eszközcsere költségeit a fogyasztónak kell állnia, ami több tízezer forintba kerül. Az órákat ugyanis általában nem lehet javítani, hiszen többnyire megreped a burkolatuk, sérül a szerkezetük. Ha valaki azt tapasztalja, hogy elfagyott a vízórája, mindenképp hívjon szakembert. Neházilag oldja meg a problémát, ugyanis ezzel többet árthat, mint segíthet. 6849 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.168.728 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 213, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 36.048 főre emelkedett. 7206 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 607-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.167.000-en kaptak. Tolna megyében 154 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta 24.430-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az elmúlt egy évben megfigyelhető volt a végrendeletek számának növekedése. Már nem csak az idősebb korosztály az, aki dönteni szeretne arról, hogy halála után kiörököljön. A 40-es, 50-es éveikben járó emberek többsége is egyre gyakrabban készíteti el a végakaratát. A lakosság többsége még mindig nem rendelkezik a vagyonáról halála esetére. Az utóbbi egy évben azonban kimutathatóan megnövekedett a végrendeletet írók száma. Ebben az ügyvédi irodában is az elmúlt időszakban sokkal több ilyen dokumentumot készítettek, mint a megelőző években. Nyilván sok esetben elég egy beszélgetés, mert sokan akkor is végrendeletet akarnak készíteni, amikor a gyermekeikre kívánnak hagyni mindent, mindenféle változtatás nélkül, és akkor a
az öröklési jog tudásának hiányában azt gondolják, hogy a végrendelettel oldható meg. Ilyenkor elég egy beszélgetés, de mindenképpen azt ki lehet jelenteni, hogy megnövekedett az igény a végrendelet, illetve a halál esetével kapcsolatos öröklési kérdéseknek a megismerése tárgyában. Fiatalodott az a korosztály is, aki végrendelkezik. Eddig megfigyelhető volt, hogy inkább az idősebbek gondoskodnak vagyonuk elosztásáról, a vírushelyzet miatt azonban egyre többen tesznek óvintézkedéseket egy esetleges halálesetre felkészülve. Nyilván ez nem 20-30, tehát ez inkább az 50-es években lévő emberek, 40-es évek vége felé járó emberek kapcsán merül fel. Ez alatt azért nagyon ritka, hogy valaki végrendeletet kívánnak készíteni. Végrendeletet akár sajátkezőleg is el lehet készíteni, de egy ilyen dokumentumnak szigorúan meghatározott alaki és tartalmi követelménynek kell megfelelnie, hogy érvényes legyen. Viszont egy apró hiba is elég ahhoz, hogy megtámadhassa azt valaki a későbbiekben, az örökösök vagy más arra jogosult személy. Nem utolsó sorban pedig elő is kell kerülni a végrendeletnek a hagyatéki eljárásban, hogy figyelembe vehessék az elhunyt végakaratát. A családtámogatások dzsungelében az eligazodást segítő webes kalkulátort hozott létre a kormány, jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán videónyilatkozatban a Facebookon. A kalkulátor segít megbecsülni, hogy milyen támogatásra jogosult egy-egy család, illetve ez mennyi pénzt jelent számukra, közölte Novák Katalin. A politikus felidézte, hogy a kormányzat az elmúlt évtizedben számos a családokat segítő intézkedést fogadott el. Én abban bízom, hogy ezen a családtámogatási kalkulátoron keresztül is jobban megérthetik majd a családtámogatásoknak az összetett magyarországi rendszerét, és hogy több segítséget tudnak majd kapni, ezeket a segítségeket, támogatásokat igénybe is tudják venni, és ennek köszönhetően még jobb körülmények között tudják majd nevelni gyermekeiket, vagy várni a megszületendő kisbabát. Csütörtökön megnyílt a vaccinainfo.gov.hu regisztrációs honlap az 5 és 11 éves gyerekek oltásához is. Ez az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál fog megtörténni. Az interneten azok a szülők fognak tudni majd időpontot foglalni, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek. Emellett a gyermekvakcinát igénylő házi gyermekorvosok is fognak kapni a vakcina szállítmányból. A jövő héten érkező szállítmány várhatóan 69 ezer gyermekoltását teszi lehetővé december 15-től. Testvérvárosi kapcsolatot kötött egymással Paks és a kínai Liaocheng. A megállapodás aláírására szerdán került sor. A 6,5 milliós lakosú távol-keleti településsel főként gazdasági, azon belül is kereskedelem és logisztika területén várható együttműködés a jövőben. Online térben került sor a testvérvárosi kapcsolat együttműködési megállapodása létrejöttére Paks és Liaocheng városa között. Paks önkormányzata nevében Szabó Péter polgármester és Bana János tanácsnok vettek részt a paksi városházán történt virtuális eseményen. A közel 20 ezer fős Paks és a 6,5 milliós lakosú Liaocheng között 5 évvel ezelőtt kezdődött a kapcsolatfelvétel. 2017-ben járt itt egy küldöttség Liaochengből, és mi ezt a látogatást viszonoztuk 2018-ban, és akkor már megállapodtunk abban, hogy tovább építjük majd ezt a kapcsolatot, és akár egy testvérvárosi kapcsolatot is ki tudunk majd építeni. Mint azt Szabó Péter elmondta, az eddigi testvérvárosi kapcsolatok főként a kultúrára épültek és a magyarság megőrzésének a céljából jöttek létre. A kínai testvérvárossal viszont a gazdasági kapcsolatok kiépítése a cél, ezen belül is a kereskedelem és a logisztika területén lát lehetőséget Paks polgármestere. Magyarország kormánya meghirdette ezt a keleti nyitás programot, ennek része természetesen Kína is. Kínával is nagyon jó gazdaság kapcsolatokat ápol a két ország is, és most a két település is, én azt gondolom, hogy ezen az úton fog tovább menni. Az online ünnepség végén a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló együttműködési megállapodást mindkét fél ellátta az aláírásával. A NAV segít abban, hogy minden érintett február 15-éig visszakapja az idén befizetett adóját, ezért a napokban mintegy 180 ezer szülőnek küld ki tájékoztatást. Az érintetteknek csak annyi a teendőjük, hogy 2021. december 31-éig kitöltik a visszadó nyilatkozatot. Akinek a családi pótlék folyósítási adatokból az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámát, a postai címét, semmi teendője nincs.
Az adatok helyességét az úgynevezett visszadó nyilatkozat megtekintésével ők is ellenőrizhetik. Azoknak a szülőknek küld tájékoztatást az adóhivatal, akik a családi adókedvezményt évközben érvényesítik, így az adó visszatérítésre is jogosultak, de a kiutaláshoz szükséges legfontosabb információ, jellemzően a bankszámlaszám vagy a pénz postai kézbesítéséhez szükséges cím nem áll rendelkezésre. Októberben az ipari termelés volumene 3-4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozó ipari alágak többségében, köztük az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában növekedést mértek. A legnagyobb súlyú járműgyártás azonban jelentősen csökkent. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy a globális félvezető hiány miatt a gyárak kisebb kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. Szintén mérséklődött a kibocsátása a számítógép elektronikai, optikai termékgyártásában. A közvetlen külső környezet egyre kevésbé támogató, a keresleti oldal bővülését számottevően fékezik az elmúlt időszakban bevezetett járványügyi korlátozások, amelyeket még fokozhat az Omikron variáns terjedése is. A járműipar és a hozzá kapcsolódó alágak mérsékelt teljesítményét csak részben ellensúlyozhatják az akkumulátorgyártásban és a vegyiparban kiépülő új kapacitások, amelyek támogatják a termelés bővülését. Közel 200 vadelütés történt már idén Tolna megyében, több közülük személyi sérüléssel végződött. Komlósiné Kisanett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője úgy nyilatkozott, az ilyen balesetek többsége megelőzhető lenne a vadriasztó síp használatával. Azonban, ha már megtörtént a baj, mindenképp hívjuk a rendőröket. Nekik sikerült megúszniuk. Azonban általában a hasonló esetek legalább anyagi káros balesettel zárulnak. Tolna megyében idén közel 200 vadelütést jelentettek. Az év első 11 hónapjában az anyagi káros balesetek 16,4%-a vadelütés volt. 7 esetben sérüléssel végződött a vadakkal való találkozás. 5 alkalommal könnyű sérülést szenvedett az autó vezetője, illetve utasa, amelynek vezetője vaddal ütközött, és 2 esetben súlyos sérülés volt a találkozás vége. A vad megjelenése után már nagyon nehéz elkerülni az ütközést, azonban van néhány olyan dolog, amivel megelőzhetőek az ilyen balesetek. A szóvivő kiemelte, az első és legfontosabb, hogy a sofőrök sokkal körültekintőbben közlekedjenek azokon az útszakaszokon, ahol látják a vad veszélyjelző táblákat. Emellett megoldást jelenthet, ha vadriasztó sípot szerelnek fel a gépjárműre, hiszen az a menetszél hatására olyan frekvencián sípol, amit az emberek nem hallanak, de az állatok a hang hatására megtorpannak az útszélén. Abban az esetben, hogyha vadat észlelünk az útszélén, soha ne használjuk a távolsági fényszórónkat, hiszen az megriaszthatja a vadat, és annak is baleset lehet a következménye. Ilyen esetekben inkább a hangjelzést használjuk, mert a vadak erre másképp reagálnak, nem szaladnak az autók elé. Abban az esetben, hogyha megtörtént a baleset, akár sérüléssel, akár sérülés nélkül jár, azonnal értesítsük a rendőrséget, hiszen hogyha bármilyen káreseményt később a biztosítónál érvényesíteni szeretnénk, akkor csak rendőrségi jegyzőkönyv birtokában fogjuk ezt tudni megtenni. Egyes kaszkó biztosítások kiterjednek már a vadelütésekre is, így a baleset során keletkezett anyagi kárnak csak a 10-15%-át kell megfizetnie a gépjármű tulajdonosoknak. A szóvivő szerint legfontosabb a megelőzés, így mindenkit arra kér, hogy tartsák be ezeket az intelmeket. Regionális híreink következnek. Hatástalanított koronavírus. Pécsi kutatók módszerével vizsgálják a kórokozót. A személyes adatok védelmében biztonságos adattörlés a kormányhivatalok közreműködésével. Só Betlehem és keresztmegáldás. A különleges alkotás már Rómát is megjárta. Egy garázsból indult fejlesztés segítheti a koronavírus kutatást Pécsen. Fiatal kutatók fejlesztettek ki olcsó és biztonságos UVC-kamrát, amiben a fény segítségével hatástalanított COVID-vírusokat állíthatnak elő. Az UVC-sugárzás károsítja az emberi szervezetet, ezért a ma használt eszközöket csak olyan helyen alkalmazzák fertőtlenítésre, ahol nincsenek emberek. A pécsi kutatók egy kamrába zárták az UV-fényforrást, így biztonságosan bekapcsolhatják a laboratóriumokban is. Már azt is meghatározták, hogy mekkora dózist kell kapnia a koronavírusnak, hogy a génállománya ne tudjon tovább öröklődni.
viszont a külső burka és fehérjei megmaradjanak. Így tudják biztonságosan vizsgálni a jövőben. Hűtőkörfólia az autóból, préselt forgácslapból vágott doboz, elektromos kiegészítőkkel. Benne alufólia borítás alatt az UVC fényforrással megvilágított kis tér. Ez a garázsban készült egyszerű és olcsó szerkezet az alapja annak az eszköznek, amit ma már a Pécsi Egyetem Szentágutai Kutatóközpontjában használnak a COVID vírusok inaktiválására. Fiatal kutatók kezdték először a dobozzal, majd termosszal folytatták. Itt azért ez már rozsdamentes acél, ez egy teljes termosz volt, ránézésre is látszik, de ezt már lehet fertőtleníteni. És igazából itt az volt a lényeg, hogy köralka alakú legyen, mert ebben középen van... Tenger. Vagy igen. Tehát ebben középen van egy UVC fénycső, ez az, ami besugározza magát a vírust és inaktiválja, fertőzés képtelenné teszi. Mivel az UVC káros, rákot okozhat, ezért kellett alkotni egy kamrát, hogy ne károsítsák a kutatók egészségét. A termoszos verziót fejlesztették tovább és használják a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumban, ami a Szentágutai Kutatóközpontban kapott helyet. Itt meghatározták, mekkora UVC dózist kell kapni a COVID vírusnak, hogy ne fertőzzön, de kutatható legyen, mert épp marad a tüskefehérjéje, a külső burka. Így olyan kísérleteket tudunk végezni, hogy például azok az emberek, akik betegek voltak, meggyógyultak, és a plazmájukkal segítenék azokat, akik pedig szintén betegek, azok közül szeretnénk egy olyan rendszert felépíteni, amellyel kiválogatjuk azon donorokat, akiknek a plazmája valóban értékes, és valóban tudja segíteni ezeknek a betegeknek a gyógyulását. Ma nem mindegyik ilyen plazma alkalmas, ez egy tudományos kérdés, hogy vajon melyik lehet alkalmas. Ez az egyik része. A másik része pedig ez a sejtes és humorális immunitásnak nevezett kérdés. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a vakcinák mennyire hatékonyak, meddig tart a védettségük, vagy a fertőzésen átesettség meddig nyújt védelmet. A kutató azt mondja, emberi vérmintákhoz adják majd az inaktivált COVID vírust a laboratóriumokban, és azt vizsgálják, milyen véralkotó elemekkel és köztük az immunrendszer sejtjeivel, ellenanyagával hogyan lép kapcsolatba. Így lehet még jobban megfigyelni a vírus viselkedését, működését, vagy következtetni például a védettség mértékére. Ez az inaktivált hatásnagyított vírusra, mert nagyon sok vizsgálatot, kísérletet el lehet végezni a jövőben, akár alacsonyabb biológiai biztonsági szintű laboratóriumokban is. Természetesen hozzá kell tenni, hogy ez egy kísérleti szakaszban lévő vizsgálat, tehát egy tudományos munkákat, kutatásokat elősegítő első lépés volt. Mondja a virológus a fiatal kutatók fejlesztéséről. Egyébként a jelenlegi kutatásokat a Rolling Biotechnológiai Kft. Által elnyert, csak nem 130 millió forint teszi lehetővé. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapjától kapták. A fogyasztók magánszférájának védelme érdekében új szolgáltatással biztosítja az adathordozókon tárolt információk végleges törlését a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az ingyenes, állam által hitelesített, könnyen kezelhető szoftverrel mindenki maga tudja elvégezni a végleges adattörlést adathordozóin. Az új megoldás főként akkor tesz jó szolgálatot, ha az eszköztől gazdája megválna, és nem akarja, hogy az új tulajdonos hozzáférjen a rajta tárolt személyes adatokhoz, videókhoz, dokumentumokhoz, vagy bármilyen egyéb tartalomhoz. Számítógép, telefon, csak két eszköz, amik számtalan személyes adatot, információt tárolhatnak a tulajdonosukról. A személyes adataink védelmében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ingyenes adattörlési szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak. Az adattörlő alkalmazása a tartós adathordozó eszközök, például mobiltelefonok és laptopok széles körénél teszi lehetővé az eszközön tárolt adatok biztonságos és visszavonhatatlan törlését. Ezeknek az adathordozóknak a végleges adat megszüntetését egy állam által biztosított központi programon, az úgynevezett szoftveren feltöltés után élesítve azt a kódot, amit az eszközhez kapnak, véglegesen tudják törölni az adataikat. A kormányhivatal hogy kerül a képbe? Ugyanúgy, mint ahogy a rendszámokat is a járási hivatalba, a kormányablakokba adjuk ki a kereskedőknek, úgy ezeket a kódokat, ezeket a megsemmisítő alkalmazásokat aktiváló kis kódokat is mi a járási hivatalainkból
adjuk át azoknak a cégeknek, akik ilyen termékeket forgalmaznak. A szolgáltatást azok a fogyasztók vehetik igénybe, akik november 30-a után új vagy használt adattárolásra képes eszközöket vásárolnak. Ilyen esetben a vevők a kereskedőtől a számla és a jótállási jegy mellett egy 2x3 centis lekaparató réteggel eltakart 6 nagybetűből és számból álló kódot tartalmazó egyedi címkét kapnak. A címke segítségével tetszőleges időben egy alkalommal végezhető el a végleges adattörlés úgy, hogy az eszközt akár egy külön számítógépen tulajdonosa csatlakoztatja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján elérhető informatikai programhoz, majd a kód felhasználásával elvégzi a törlést. 650 ezer forintot nyert a Kozár Mislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Bethlen Gábor alapkezelő pályázatán egy útszéli kereszt állítására. A temetőhöz vezető úton felállított keresztet Barics Gábriel görcsönyi plébános áldotta meg. Az eseményen részt vett Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke is, valamint PAG küldöttsége. A horvátországi testvérvárosból érkezett delegáció egy különleges sóból készült Betlehemet hozott Kozár Mislenybe, amelyet pagi kövek, ott termő fák ágai és gyógynövények levelei díszítik, és 2008-ban Rómában is kiállították. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a horvátok hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újak állítására hirdette meg pályázatát. A Kozár Mislenyi horvát önkormányzat is pályázott és nyert 650 ezer forintot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT felhívásán. A temetőhöz vezető úton felállított keresztet Barics Gábriel görcsönyi plébános áldotta meg. Én nagyon örülök, mikor ilyen helyre eljöhetek. Most is egy szép kis ünnepség keretében szentelték föl az új útmenti keresztet, és remélem, hogy ahogy hallottuk, az itt elhaladók keresztet vetnek, és egy kicsit a temetőbe menet visszaemlékeznek azokra az időkre, amikor talán még több horvát is volt ezen a környéken, illetve arra, hogy milyen fontos nekik a hitük és a katolikus egyházhoz való viszonyuk. Ezen a napon helyezték el a helyi Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Zárda templomában azt a sókristályokból készült betlehemi szoborcsoportot is, amit PÁG testvértelepülés küldöttsége hozott Kozár Mislenybe, hogy az idei adventben legyen a templom éke. Az egyik legérdekesebb testvérkapcsolati továbbépülésünk ugye a Págvárossal úgy alakult, hogy a hitéletet is tudjuk azzal erősíteni, hogy ami egy nagyon nagy hagyományokkal bíró városból érkezik, az nekünk mindig nagy dolognak számít, mert ez a Kozár Mislen fiatal város, nincs olyan mély történelmi múltja, mint Págvárosnak. És hát ugye sótömbökből, sókristályokból van egy betlehemük. A különleges betlehemet, melyet pági kövek, ott termő fák ágai és gyógynövények levelei díszítik, 2008-ban Rómában is kiállították. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Vízórák téliesítése, az ingatlan tulajdonosok feladata az eszközök megóvása. Egyre több fiatal végrendelkezik, komoly hatással van a világjárvány erre a gyakorlatra. Testvértelepülési kapcsolat, kínai nagyvárossal működik együtt Paks. Megelőzhetők a vadelütések, figyelmes vezetés és a vadriasztó sípa megoldás. Csütörtökön délnyugat felől érkező mediterrán ciklon alakítja az időjárást, borongós időre számíthatunk, sokfelé élénk erős északkeleti széllel. Jelentős mennyiségű csapadék hullik, többnyire eső. Délután viszont már az esőt havas eső, helyenként havazás válthatja fel. Estére legyengül, majd éjszakára meg is szűnik a csapadék. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!